Hello, mindenki, lesz vagyok, és üdvözlök mindenkit a Sims Kertvárosi Krónikák második évadának második részében. Ugyebár halvány segéd fogalmam nincs, hol hagytuk abba. Minden elrendezve, az egész lakás ragyog, viszlát holnap. Danke schön. Ezt meg kapcsolt ki. Mi a francnak szól? Tisztára örült nap volt ez, holnap tényleg le kell lakosítanom és kihasználni. Oké. Okay. Akkor biztos aludni kell majd. Társaság, hol a számítógépe? Csevej, Larry Simmel mondjuk. Ez megy fel a társaság, király vagyok. Terézó bejelentkezett. Huhu. Mindenkivel csevegj. Adrian kijelentkezett. Laura kijelentkezett. Oké, sok lesz. Meadow. Menj el vécére. Aztán csinálj magadnak valami kaját. Válaszolj először. Haver, este elmegyünk a srácokkal bowlingozni. Mindenki ott lesz, felejtsd el Samantát, ki kell végre mozdulnod a házból. Gregnek igaza van, ki kell vernem Samantát a fejemből, egy jó ideje nem bowlingoztam, ez jó móka lesz. Azonnal elmész bowlingozni, csak először kajász. Képes volt elégetni? Ja, főzés nulla. Mindent értek. Te főzted, edd meg. Nem tudok veled mit csinálni. Utána főzzél egy eszpresszót magadnak. Úgy, okos is vagy. Higiéniát, zuhanyoz. Gyorsodítsd meg azt a rohadt kávét. Zuhanyoz le. Na szóval, el kell olvasni közben. Vacakul bowlingozom, de olyan jól nézek ki közben, ha csak a lendülettől el nem hasalok. Tipp ahhoz, hogy találkozz Greggel a bowlingpályán, nyomd meg a T-t a mobiltelefonod használatához, vagy kattints a telefonra otthon, válasz a hívást, majd a taxit végül a bowling... Mi? Bollywood csillagait. Szóval, hol a telefon? Előbb még itt volt. Hívás, taxi hívása. Rövidesen itt lesz érted a taxi. Ez az. Te, megint el fogod égetni azt a kaját. Bollywood csillagai. És neki áll lenni, öcsém. Jó, elment. Na, még egy emelet, még egy emelet. Így. Itt van Greg, ez az. Meg ki ez? Sherman. Bogi.
Hé, öreg, mi már tekézünk, állj be te is. Üdv és tisztelet, Vincent barátom. Jézusom, ez egyik. Vigyázz, kész, guri. A bowling a legfőbb sport. Azt hiszem, az a cél, hogy a golyó a vájatok között maradjon. És mi? Célozd a bábukat, Vincent. Kattints egy szabad bowlingpályára, majd válaszd a játékot. Kezdjük ott, hogy meg kell találni egy bowlingpályát, csak falakkal nem tudok. Most kajak a sövényre kattintottam. Játszon, Istenem! Haver, annyira jó, hogy alakul... Jó, hogy alakulnak a dolgok. Tegnap rossz volt rád nézni. Nem szeretnék erről beszélni, Greg. Azt hittem, kedvelem Samantát, de hát ki hitte volna, hogy 3 hét után megpróbálja elvetetni magát. Jézusom. Hát igen, Samantha kész katasztrófa volt. De még mennyire? Ajajaj. Ó, micsoda hattyúdal volt ez. A bökkenő csupán az volt, hogy a hölgy nos, a hölgy véleményem szerint prima facie faci az anyagi értékeithez vonzódott. Haver, Shermannak igaza van. A nő csak a pénzedet akarta. Vince, nézd oda, de a lánya kávé... Ne, mi? Vince, ne nézd oda, de a lánya kávépultnál nagyon helyesnek tűnik. Kellene venned egy csészével, barátom. A kávének pazar az illata, de aki a kávét főzi, még édesebbnek tűnik. Ahhoz, hogy kávét rendelj, kattints a bárra, válaszd a kávérendelést. Kávérendelés. Egy csésze kávét szeretnék, és ez olyan kínos, de elvesztettem a telefonszámomat. Megkaphatnám a tiédet? Megkapod a számomat egy feltétellel, soha többé ne gyere ezzel a szöveggel. Rendben. Hát mondjuk ez szar poén volt. Tedd el a tárcád, a ház vendége voltál. Az jó. Óha, szerelmes belénk. Naomi Hunt. Csak tudnám, miért öltözött át kétszer. Na, hogy ment cimbora, megszerezted a számát? Furcsa, de igen, megkaptam. Remek, ha te nem akarod felhívni, én szívesen megteszem. Gondoltam. Még egy kávét iszik. Ja, mert az energiája kicsit lent van. De miért öltözik át? Tedd el a tárcád, a ház vendége voltál. Már megint. Elég a tekéből, haverok, biliárd valaki. Szóval. Most megmutatom Sharmannak és Gregnek a lenyűgöző biliárd tehetségemet. Tip, ha be akarsz szállni Sharman és Greg pool játékába, kattints az asztalra és válaszd a beszáll opciót. Csatlakozzon Greg szímhez. Ja. El sem tudom hinni, mennyit hanyatlott a pool tudomásom a főiskola óta. Rohannom kell. Örülök, hogy megismertelek, Vincent. Ide figyelj, haversrác, most ért véget a kapcsolatod, minél keverednél egyből egy másikba, add csak ide a Naomi számát, és én levakarom rólad, oksi, Billy belóg a kezed, öcsém. Jézusom, mi ez? Hú, valaki kiviharzott.
Jézusom! Nos, barátaim, adjö, mindjárt kezdődik a Nebula űrbázis, és Xavier kapitány egy fogvatartási végzés felett rágódik a NATO fejvadászaival. Zérő legyen veletek, véletek. Hát ez egy gyík. Persze, persze, szevasz. Viszlát, Sherman. Szent. Szar. Ilyen dumát még nem hallottam. Ne nézz hülyén, de Samantha pont most riszállt be Johnnyval, az országos haveroddal. Johnny Cullen és Samantha Hayden. Johnny Cullen, el sem hiszem, hogy a legfőbb üzleti versenytársammal fut. Tegnap még házasságról beszélt, ez nevetséges. Az majd betesz neki, ha három lányjal flörtölök. Oké. Okay. Kihívás elfogadva. Szóval, három különböző lányjal kellene flörtölnöm, hogy Samantha lássa, nem érdekel, hogy Johnnyval van. Tip, kattints egy szimre és válaszd a flirt opciót, aztán választhatod bármelyik rendelkezés álló flirt interakciót. Flirt, elbűvölés. Flirt, elbűvölés. Te lennél Vincent Moore, a milliómos vezérigazgató? Hát azt hittem, azért magasabb vagy. Na nézd már, bowlingozni jöttem, nem pedig azért, hogy ilyen tökfejek leszólítsanak, szent szar. Kell egy harmadik csaj. Ó, ott van. Flirt, elbűvölés. Otthon hagytam a telefonszámomat, várj meg itt, elmegyek érte. Hát ez nevetséges volt, túlságosan a szívedre veszed ezt az egészet. Persze csak most jössz rá, milyen jó volt velem már késő, Johnnyval vagyok, és ő tud a hölgyek nyelvén. Ennyi. Még találkozunk, fajankó. Hoppá, ez durva volt, és nem arról beszélek, hogy mi történt Samantával. Igen, tudom, de legalább megvan Naomi telefonszáma, azt hiszem ideje hazamennem, később találkozunk színborok. Később, ha bár már megyek én is, ja igen, nem is mondtam, álljon meg a menet, hogy tegnap este feliratkoztam a nevedben az elrandi oldalon, özönleni fognak a hölgyemények, jó mulatást. Mi? Jesszus! Köszönjük, szóltál, na majd találkozunk. Ó, Jézus. Második fejezet. Már egy ideje bowlingoztunk a srácokkal, amikor Samantha beállított vetélytársammal, Johnny Cullennel. Nem mondhatnám, hogy tönkretette a testémet, az sokkal inkább betett neki, hogy mind a három lány, akivel flörtölni próbáltam, csúnyán lerázott. De legalább annak a pultos lánynak megvan a száma, és elég csinosnak is tűnik. Ez az. Menjünk haza. Otthon. Nem csevegsz. Ah. Na, gyerünk már. Hopp, hopp. Úgy. Na, indulj. Nem lehet igaz, azért mentem el bowlingozni, hogy felvidítsam magam, erre mindenki lepattintott, de azért mégsem volt teljes veszteség, hiszen megvan Naomi száma. Öröm az ürömben. Egyél valamit. Van mondjuk egy kis főzés tudományt, nem árt tanulnod. Reméljük azért ezt nem égeted el. Az meg már odaégett a bánatba. Úgy tűnik a nyolcadik golyó a tuti pool asztal, amit a szimbéje rendeltem, megérkezett végre. No, szegény megsiratja.
Nincs akció, jó van. Ezt meg takarítsd el a bánatba szerintem. És próbálkozz egy újjal. Na, úgy. Ezt is el kéne takarítani, meg akkor ezt is. Aztán addig ezt hova rakjam, hova rakjam, hova rakjam? Ide a szoba közepére. Ja, itt jó lesz. Ez az, és akkor most aludj. Talán még a videó végéig lesz valami. De aztán ki tudja. Hát eléggé szerencsétlen a fickó, ugye elhagyta Samantha, de most már megszerezte Naomi számát, aki normálisabbnak tűnik, és legalább dolgozik, és nem azért van, hogy elvetesse magát. Ez Naomi igazán elbűvölő volt, és megvan a száma, várnom kéne egy napot, de mindenképpen fel akarom hívni minél előbb. Vincent nem kapott e-mailt. Kapcsolt ki. Oké, kikapcsolta. És éhes is vagy. Azt majd a takarító srácunk elrakja. Vincent már a szabadnapot kapott. Hívás, sim. Felhívjuk Naomit. Nem, mégse hívjuk fel Naomit, mert nem az a izénk. Először menj el nem biliárdozni, WC-re. És akkor szerintem itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. És nem tudom, hogy most hogyan lesz, miként lesz, de próbálom követni a fonalat, reméljük ez is valami csattanóval végződik, mint az összes többi krónikák. Majd meglátjuk. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!